A mi távlati célunk az, hogy az osztály nélküli társadalom idején, amikor már az emberi öntudat arra a fokra jut, akkor mindenki képessége szerint dolgozzon, és mindenki szükséglete szerint részesüljön a javakból. De amíg eddig eljutunk, azt valljuk, hogy most mindenki a teljesítménye szerint részesüljön a javakból. Ez alatt értjük a kollektívákat is, értjük is. Aki jól dolgozik, amelyik kollektíva jól dolgozik, az jobban részesüljön a javakból, és az egyénekre is. Aki becsülettel és tisztességgel dolgozik, az jobban részesüljön a javakból. Most azt mondják néha ebbe a vitába, hogy hát ez egyenlőtlenség tulajdonképpen az elosztásban. Ebben van igazság. De mást most ebben a fejlődésszakban nem lehet csinálni. Teljesítménye szerint részesüljenek az emberek a javakból. A mi véleményünk természetesen az, hogy a törvény erejével, a társadalom erkölcsi súlyával is fel kell lépni minden olyan jövedelemszerzés ellen, amelyik nem a tisztességes munkából ered. Ellen.